Trianonra emlékezve június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította a parlament. Romániában Trianon napján rendezvényeket tartanak és országszerte kitűzik a román nemzeti zászlót. Június 4-én délután 4:30-kor országszerte megszólalnak a harangok. Köszöntöm Önöket, a hírnököt a Katolikus Televízió hírműsorát látják. A trianoni békeszerződés az első világháborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes Antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés, amely többek között az osztrák-magyar monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait, és sok kis multinacionális államot hozott létre a birodalom helyett. Magyar lány, iskolában már megtanultátok, hogy Nagy Magyarország területe 325.000 négyzetkilométer volt, a trianoni Magyarországé pedig csak 92.000 négyzetkilométer. Tudjátok azt is, hogy Nagy Magyarországon 21 millió ember lakott. Trianoni Magyarországnak ellenben csak 8 millió lakos. A szerződést a felek budapesti idő szerint 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor írták alá. A versailles-i Nagy Trianon kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján. A szerződésben a győztes felek kijelentik, hogy Magyarország felelős a háborúban győztes államoknak okozott károkért. A trianoni békeszerződést a Magyar Királyság nevében az 1920. márciusában Horthy Miklós által kinevezett Simonyi Szem Ádám kormány képviseletében Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter a küldöttség vezetője, és Drasen Lázár Alfréd rendkívüli követ és államtitkár írta alá. A választás azért esett rájuk, mivel közismert politikusok egyike sem akarta magát kompromitálni a hazánkra nézve végzetes és máig is meghatározó trianoni békeszerződés aláírásával. Az így módon létrejött első világháború utáni kényszer békerend azonban hamar összeomlott. A trianoni békeszerződésre emlékezve június 4-ét a Magyarországgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. A trianoni szerződés napjává nyilvánították június 4-ét Romániában. A bukaresti parlament által megszavazott jogszabály alapján ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, és országszerte kitűzik a román nemzeti zászlót. Nagy többséggel az RMDSZ elutasítása és az ellenzéki Mentsétek meg Romániát szövetség tartózkodása mellett az összes többi párt támogatásával fogadta el a román parlament azt a törvényt, amely szerint Románia minden évben meg fogja ünnepelni a trianoni szerződést. A törvényt 235 szavazattal 21 ellenében és 25 tartózkodás mellett szavazta meg a bukaresti képviselőház. Az első világháborút lezáró Magyarország új határait felrajzoló és jogfosztó szerződést a felek budapesti idő szerint 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor írták alá a trianoni kastélyban. Tagsága és partnerszervezetei javaslatára a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Kárpát-medencei Magyarság evangelizációjáért alapítvány felhívást tett közzé, melyben felekezettől függetlenül kéri a Kárpát-medencei egyházközségeket és gyülekezeteket, hogy harangozással és imával emlékezzenek Trianon 100 éves évfordulójára június 4-én. Békediktátum 100 éves évfordulójára készülve
fogalmazódott meg ez az ötlet, ami nem a mi ötletünk, hiszen először pontosan 100 éve harangoztak, amikor 1920. június 4-én 16 óra 30-kor, budapesti idő szerint 16 óra 30-kor aláírták a békediktátumot, akkor az egész országban harangoztak, szóltak a szirénák, bezártak a boltok, megállt az élet, a közlekedés. És ez azóta is többször előfordult. Már volt, hogy egy város Balassagyarmat harangozott ebben az időben egy évforduló alkalmával, Marosvásárhelyen is 2010-ben pedig a protestáns templomok harangjai zúgtak. Tehát nem saját ötletünk, de arra azt fontosnak tartottuk, hogy egy ilyen szép és nagyon, nagyon sok szimbólummal rendelkező mozzanat, ami a magyarságunkhoz és kereszténységünkhöz hozzátartozik, a harangzúgás, gondolva itt a déli harangszóra elsősorban természetesen, az legyen jelen. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében csatlakozik a társadalmi kezdeményezéshez. Délután 16:30-kor országszerte szólaljanak meg a harangok, áll a közleményben, és aki hallja vagy megszólaltatja, tegye ezt az imádság lelkületével. Könyörögjön hazánkért, népünkért, határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak is helyet adó Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy az évforduló napján 16 óra 30 perckor egy percre meg fog állni a budapesti közösségi közlekedés. Leállnak a metrók, a buszok, a villamosok, és erre kéri az autósokat is. A csendben halljuk meg egymás közelségét határon innen és túl, a múlt, a jövő generációit. Tegyük ezt a fővárosban és vidéken is. Aztán az egyperci csend után úgy induljon tovább az élet, hogy egy kicsit közelebb vagyunk egymáshoz, fogalmaz a főpolgármester. A júniusi Miért is című műsorunk is a trianoni szerződés évfordulójához kapcsolódik. Súrján László és vendégei Szeverényi János evangélikus lelkész, Berán Ferenc atya, Székely János püspök atya és Böjte Csaba ferences szerzetes trianon következményeiről beszélget, nem csak a múltat, hanem a jövőt illetően is. A műsort 16 óra 30 perckor kezdődő országos trianoni harangszót követően sugározzuk. Így elmarad a szentségimádás, de az adást követően engesztelő szentmisét közvetítünk a Média Misszió budapesti stúdiójából. Ne onnan kezdjük, ahol abba hagytuk, fogalmaz Erdő Péter bíboros atya videó üzenetében. A kényszerű bezártság tanulságainak levonása mellett a mostani újrakezdés életünk nyitottabbá válását tartogatja számunkra. Új lelkülettel készüljünk a 2021. szeptember 5-e és 12-e között sorra kerülő Eukarisztikus Világkongresszusra, hangsúlyozza videó üzenetében. Ne onnan kezdjük, mint ahol abba hagytuk, hanem szűrjük le a tanulságokat, vegyük észre jobban, hogy mi a lényeges egymásnak is, hogy tudjunk segíteni, hogy a nemzedékek legyenek jobban szolidárisak egymással, hogy az életünkben a legfontosabbakat tudjuk leginkább keresni, és főleg, hogy keressük a találkozást Krisztussal. Mert sokan vágytunk arra, hogy a szentségeket magunkhoz vehessük, sokan vágytunk az Eukarisztiára. Ezzel a lélekkel készüljünk a 2021. szeptember 5 és 12 között sorra kerülő Eukarisztikus Világkongresszusra. Kaptunk a gondviseléstől még egy évet a lelki felkészülésre, használjuk alázattal, szeretettel a Szentlélek erejében. Kapunk tárva, szívünk még inkább. Ez a felirat fogadta a német menekülteket, akik 1989 őszén érkeztek a Kozma Imre által vezetett templomhoz. A térség legnagyobb szeretetszolgálatának, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak alapítója, Kozma Imre irgalmas rendi szerzetes, június 4-én ünnepli 80. születésnapját. A Katolikus Televízió minden munkatársa nevében Isten áldását kívánjuk önnek.
Marton Zsolt, Váci megyés püspök videó üzenetben fordult egyház megyéje fiataljaihoz, a kölni ifjúsági világtalálkozón elhangzott 16. Benedek pápa tanítás alapján. 2005-ben volt a 20. katolikus ifjúsági világtalálkozó Kölnben. Érdekessége ennek a találkozónak, hogy a találkozó köszöntőjét már 2004-ben megírta Szent II. János Pál pápa, de ő már elköltözött a mennybe, nem vehetett részt ezen a találkozón, 16. Benedek pápa volt ott jelen, és őnek is van egy beszéde, hát több beszéde is ezen a találkozón. Ennek a találkozónak a témája a napkeleti bölcsek egyik mondata volt, eljöttük, hogy imádjuk őt. Máté evangéliumának a 2. fejezete, első része a napkeleti bölcsek látogatásának a leírása. Nagyon érdekes és szép elbeszélés ez. És ebből egy pici részletet hoznék, illetve ehhez fűzött kis kommentárból, ami 16. Benedek pápa Kölnben mondott el a fiataloknak, és bementek a házba, amely fölött megállt a csillag, és meglátták a gyermeket és anyját, Máriát, és leborulva imádták őt. Eddig az evangéliumi idézet, és azt mondja Benedek pápa, ezeknek a férfiaknak a külső útja lezárult, már mint a napkeleti bölcsekről van szó, célba értek. Ehelyen azonban egy új út kezdődik számukra, egy belső zarándokút, amely egész életüket megváltoztatja. Szoktuk viccesen mondani a napkeleti bölcsek történetét fölhasználva, hogyha nem ugyanazon az úton térünk haza, hogy más úton tértünk haza, mint a napkeleti bölcsek, kedves kis mondás, de valójában az ő életükben, ahogy a pápa mondja, megváltozott valami, másként tértek vissza, hogy látták a messiást, látták a megváltót. És ennek kapcsán jutott eszembe ez a mostani világunk, amelynek azért a végére érünk most már, ez a koronavírusos, bezárt világ, hogy másképpen fogunk visszatérni az életbe, lezárult egy út, és valami új kezdődik. És hogy miért mondom ezt? Mert ti fiatalok vagytok a legrugalmasabbak ebben, és ezért szeretnék is köszönetet mondani, hiszen amikor elindítottuk a vírus időszaknak az elején a telefonos lelki segítő szolgálatot, ti is komolyan részt vettetek benne, most is benne vagytok, részt vesztek, lelkesen, örömmel, szolgálatkészen. Köszönöm nektek ezt a nyitottságot és ezt az új szívet, és hogy ti az újban való elindulásra mindig készek vagytok és bátrak vagytok. Mondottam, hogy Szent II. János Pál pápa írta a bevezető köszöntőjét ennek a 2005-ös 15 évvel ezelőtti ifjúsági találkozónak, és ma is aktuális és megszívlelendő pont ez a történethez kapcsolódva, amiket ő ezzel kapcsolatban írt a fiataloknak. Idézi ő is a napkeleti bölcsek történetéből ezt a mondatot, azután fölnyitották kincses ládájukat és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. A bölcsek messiástak hozott ajándékai az igaz imádást fejezik ki. Az arannyal királyi istenségét hangsúlyozták, a tömjénnel elismerték őt, mint az új szövetség papját, a mirhával pedig a prófétát ünnepelték, aki vérét ontja, hogy az emberiséget kiengesztelje az atyával. Ez a három dolog, ami három ajándék, ami kifejezi ezt a három valóságot, és azt mondja a pápa, hogy a fiatalok, azaz ti, az akkoriak és a mostaniak is ugyanúgy ajánlják föl most az aranyukat. Mi az ő aranyuk? Az ő aranyuk, a ti aranyotok, az ő megfogalmazásában a ti szabadságotok. Az a szabadság, amit őszintén, tisztán tudtok elfogadni, és Istennek fölajánlani, választani, és ő mellette, az ő szeretete mellett dönteni.
A mirha az Istenhez való ragaszkodást jelenti. Amilyen lelkesen és őszintén vállaltátok ezt a szolgálatot itt, ennek az időszaknak az elején, ugyanolyan lelkesen tudtok jelen lenni az ifjúsági munkában, ahogy én ezt már most látom, illetve még papként láttam a különböző egyházmegyei úgynevezett mentés találkozókon. Kívánom, hogy ezt majd folytassátok, ahogy visszatérünk az élet rendes menetébe. És nagyon fontos a tömjén az imádás. Ifjúsági találkozóknak egy sajátja, az a sajátos, őszinte, elmélyült átadottság, ami egy-egy ilyen találkozón lenni szokott, hogy én is magam is láttam ezt, hogy ilyen benső, átélt, mély imádságos lelkülettel, Istenhez való ragaszkodással, és a szabadságotok Istentől való elfogadásával, és Istennek való nemes fölajánlásával a választásban és a döntésben folytassátok tovább. Az időjárásról röviden, egyre kevesebb helyen várható zápor, zivatar, de helyenként még az éjszaka második feléig is kitarthatnak az esők. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Zivatarokban előfordulhat átmeneti viharos szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, de északkeleten néhol 19-21 fok lehet. Önök a Hírnököt, a Katolikus Televízió hírműsorát látták. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszontlátásra!